Reggeli Monitor. Szeptember vége fontos időszak volt az OpenAI számára, ugyanis az általuk működtetett ChatGPT-nek ebben az időszakban több fejlesztést is bejelentettek. Egyik közülük, hogy most már nem csak írásban, hanem más módszerekkel is fogunk majd tudni kommunikálni a mesterséges intelligenciával. Hogyan bővült a lehetőségek tárháza? Igen, hát valóban az egyik legfontosabb változás, hogy eddig azt szoktuk meg, hogy ezekkel az úgynevezett nagy nyelvi vagy modelleket használó generatív mesterséges intelligenciákkal úgy társalgunk, hogy valamilyen szöveges felületen beírunk egy szövegboxba egy kérdést, vagy adunk neki valamilyen feladatot, és akkor a mesterséges intelligencia egy ugyanilyen szövegboxba ad nekünk egy outputot, egy választ, kvázi úgy, mintha egy chatbottal társalognánk, vagy valakivel csetelnénk az interneten. Ez a kommunikációs folyamat ez teljes mértékben szövegalapú volt eddig, és ez fog változni a jövőben, vagy ez változhat a jövőben már akár teljesen hangalapú kommunikációvá is, tehát gyakorlatilag az eredményezheti, hogy úgy beszélünk majd a mesterséges intelligenciával, mint egy húsvér emberrel, ami ugye azt feltételezi, hogy egyrészt meg kell értse a mesterséges intelligencia, amit mondunk neki. Ez ugye a beszéd felismerő algoritmusok révén egyébként már régóta elérhető funkció, tehát a ChatGPT-t egyébként lehet beszélni, nem feltétlenül minden nyelven ért, és nem feltétlenül olyan hatékony még, mint egyébként más rendszerek, de már ez működik. És ami újdonság, és a kifejezetten újdonság volt ugye ebben a bejelentésben, hogy el is tudja olvasni, vagy el is tudja mondani nekünk a válaszait, kvázi élő szóban. Az OpenAI az húsvér színészekkel dolgozott együtt, akit a hangjukat adták a motornak, vagy ennek a rendszernek. Nyilván ugye itt megint csak fontos kiemelni, hogy egyelőre nincsen szó arról, hogy minden nyelven tud így kommunikálni a rendszer. Egyelőre, ha jól tudom, akkor csak angol nyelven lesz majd elérhető ez a kiegészítő szolgáltatás. És még egy fontos kritérium van, csak ChatGPT fizetős felhasználóinak lesz ez elérhető eleinte. Ugye van két havidíjas konstrukció a ChatGPT-nél, a Plus és a Premium. Hogyha valamelyik ilyen fizetős konstrukcióval előfizet az ügyfél, akkor a jövőben és olyan területen él, ahol ugye ez a lokalizáltan használható ez a szolgáltatás, a jövőben ezt tudja majd használni. Egy másik ilyen lehetőség ugye a képfelismerés, azaz most már tudunk képet küldeni, és a ChatGPT látni fogja, hogy mi van ott, és segíthet esetleg egy bicikli megszerelésében és hasonló kérdésekben. Milyen kérdéseket vet fel ez más adatokra, például arcfelismerésre tekintve, ha ugye a mesterséges intelligencia már tárgyak beazonosítására is képes? Igen, hát ez egy nagyon komoly adatvédelmi aggály sokaknak. Egyrészt ugye a személyes adatokat úgy általában véve hogyan kezeli a mesterséges intelligencia, és most nem feltétlenül az arcképekre vagy a személyes képmásokra kell gondolni, hanem akár bármilyen személyes adatra vagy információra, ami ugye az interneten szerepel. Egyébként ezzel kapcsolatban zajlik adatvédelmi eljárás a ChatGPT-vel szemben, például Lengyelországban, az is talán pont a múlt héten indult, illetve volt egy időszak még tavasztal Olaszországban, amikor konkrétan be volt itt, vagy ChatGPT hasonlókból kifolyólag, ugye az volt a probléma, hogy egy ügyfél vagy egy felhasználó jelezte a helyi adatvédelmi hatóság felé, hogy az ő személyes adatai megjelenhetnek a ChatGPT válaszokban, és szerette volna elérni, hogy ez ne történjen meg, és nem tudta egyszerűen elérni, tehát nem tudott olyan csatornát találni az OpenAI-hoz, ahol egy ilyen kérést tudott volna intézni a fejlesztők felé, és ezzel ugye a szolgáltatásért a GDPR-ban foglaltak, tehát az Egységes Európai Adatvédelmi Rendben foglaltak. És hasonló a probléma a képekkel is, ugye mutathatunk-e valós személyeket ábrázoló képeket a ChatGPT-nek, azokat hogyan tudja értelmezni, szabad-e neki egyáltalán értelmeznie? Ez egy nagyon aktuális kérdés. Én úgy tudom, hogy egyelőre ezt egy olyan huszárvágással oldotta meg az OpenAI, hogy egyszerűen nem válaszol ilyen jellegű kérdésekre, tehát hogyha egy képanalízisnek vetjük alá mondjuk a tetszőleges magánszemélynek a fotóját, akkor nem fog pont azt hiszem adatvédelmi felvetésekre hivatkozva válaszolni. Az egész témakörben jellemzőek a szürke zónák vagy a kérdőjelek. Szintén kicsit kérdőjeles még a másik jelentős fejlesztés is, amit bejelentettek a héten. Itt azt látjuk, hogy frissítették az adatbázisát a ChatGPT-nek, ugyanis 2021-ről ez 23-ra módosult, és az internethez való hozzáférése is megváltozott. Mit jelent ez? Eddig milyen elven működött, és hogyan változott most ezzel a heti fejlesztéssel? Igen, hát az OpenAI és más ilyen hasonló chatbotok és mesterséges intelligenciák
kapcsán ugye ez egy közvélekedés, hogy ezek mindent tudnak. Ezek a rendszerek olyan hatalmas adatbázis van mögöttük, hogy a világ összes tudása a birtokukban áll, bármit kérdezhetünk tőlük, arra tudnak válaszolni. Most ez távolról sincs így, legalábbis a ChatGPT esetében semmiképpen sincs így, már ha a lexikális tudást tekintjük. Aki már próbálgatta ezt a chatbotot, és megpróbált neki feltenni olyan konkrét kérdést, ami mondjuk az elmúlt 2 évben történt eseményekre vonatkozik, akkor többnyire azt a választ kapta a ChatGPT-től, hogy a elnézést kér, de erre a kérdésre nem tud válaszolni, mert hogy az ő tudása csak 2021. szeptemberig terjed. És ez olyan kicsit a furcsának hangzik elsőre, de valójában őnek tényleg az az oka, hogy a ChatGPT-t feltanító, magának a lexikális tudásnak az alapját adó adatbázist, az 2021. szeptemberében zárta az OpenAI eredetileg, és nagyon sokáig a dátumtól újabb információk egyszerűen nem léteztek a chatbot számára. Nem tudott ezzel érdemben mit kezdeni az ezekre vonatkozó kérdésekkel. És akkor, ami most változni fog a következőkben, az, hogy a ChatGPT mostantól képes valós idejű kereséseket futtatni az interneten annak érdekében, vagy arra vonatkozóan, hogy az aktualitásokat érintő kérdéseket meg tudja válaszolni. Ugye azért fontos, hogy ilyenkor nem annyira a ChatGPT válaszol, hanem mondjuk ad egy linket, meg egy rövid leírást a kérdéssel kapcsolatban, kicsit úgy, mintha Google keresőt használná, és így egy kicsit ilyen relevánsabbá válik ez az információ, amit ez a chatbot szolgáltat, és emellett igen, tehát az OpenAI folyamatosan dolgozik az adatbázis frissítésén, ez is történt az elmúlt hetekben, vagy ez is történik a következő hetekben. Talán az is a jelentőség ezeknek a fejlesztéseknek, vagy újdonságoknak, mert nyár elején lehetett arról olvasni, hogy a chatbot veszített kicsit a népszerűségéből. Voltak olyan hónapok, amikor bizonyos statisztikák szerint 10%-kal kevesebben használták már a kezdeti időszakhoz képest. Ezek az újdonságok mennyire lendíthetik fel újra ezt a forgalmat? Érdekes egyébként ezt látni, ugye erre még nincsenek pontos analízisek, de hogy valószínűleg a mesterséges intelligenciának, vagy ennek a generatív nyelvi modellt használva a mesterséges intelligenciának is van egyfajta szezonalitása. Egyrészt ugye nyilván egy nagyon új technológiáról van szó, és nagyon gyorsan felfutó technológiáról van szó, ami azt jelentett, hogy a kezdeti időszakban nagyon sokan használták, eredetben volt egy nagyon erős felfutási fázisa, amit értelemszerűen óhatatlanul egy kicsit ilyen leszállóvá követ utána, de például olvastam olyan tanulmányt, ahol azt emelték ki a szerzők, hogy például a ChatGPT az iskolaszünet idején nem olyan népszerű, mint az iskola időszakban, hiszen a szolgáltatást nagyon nagy mértékben használják a tanulók, a hallgatók, ugye részben tudás megszerzésére, részben meg mondjuk úgy inkább ilyen eszéírásra, vagy ilyen kicsit ilyen szürke zónába tévedve, akár dolgozati írásra is, ugye ez egy komoly problémája az oktatásnak, majd hogyan szűrjék ki a mesterséges intelligencia által írt dolgozatokat vagy szövegeket. És akkor, amikor ugye újra elkezdődik az iskola, akkor újra egy kicsit elkezd fellendülni a technológia használtsága. És hát azt gondolom egyébként, hogy ezek az új elemek, amiket most bevezettek, ezek nem is elsősorban feltétlenül a népszerűség növelésére szolgálnak, hanem inkább a monetizációs lehetőségek jobb kiaknázására, tehát hogy valahogy pénzt is keressenek azért ezzel az egésszel a fejlesztők. Ugye itt mindkét fontos újítás, amiről beszéltünk, ugye egyrészt a beszéd alapú chat, illetve a képfelismerés, illetve a keresési újítás is csak fizetős ügyfelek számára vehető igénybe. Aztán persze lehet, hogy nem mindig lesz így, de eredetben ez most elsősorban azt szolgálja, én azt látom, az OpenAI részéről, hogy egy kicsit próbáljon a nyeresség termelő képességén, vagy a bevétel termelő képességén javítani a cég, és azért ez a mesterséges intelligencia modelleket fejlesztő, meg a mesterséges intelligencia rendszereket fejlesztő cégeknek egyébként elemi érdekük is, tehát itt most nem csak feltétlenül az OpenAI-ra kell gondolni, hanem minden olyan nagy tech multira, aki ebben óriási összegeket investált az elmúlt évben, mondjuk akár egy Microsoftra, akár egy Google-re. Ugye rengeteg pénzt felemésztenek ezek a fejlesztések, és valahol a nap végén ugye ennek meg kell térülnie. Ezek az első számpróbálgatások, én úgy látom.